Mint egy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon. Köszöntöm Önöket, erről a témáról is beszélgetünk ma, előbb azonban nézzék meg mai adásunk tartalmát. Polgári peresügyek. Jövőre hatályba lép az új polgári perrendtartás. Iskola 2020. Milliárdos fejlesztések a minőségi oktatásért. Pénzügyi tudatosság. Többen tesznek félre nyugdíjas éveikre. 2018. január 1-én hatály, hatályba lép az új polgári perrendtartás, amely alapjaiban reformálja meg a polgári perek szabályait Magyarországon. A szakma szerint sokkal nagyobb szükség lehet jogi képviselőre, mert nagyobb az esély az eljárási hibák elkövetésére, egyúttal a per elvesztésére is. Az új jogszabály célja a perek lerövidítése és a bírósági gyakorlat törvényi szintre emelése. Tömören, közérthetően és elsőként a főbb változásokról beszélgetünk Sterni Dr. Deák Andreával, Annyira Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivő helyettesével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Egy nagyon régi törvényről beszélünk, ugye ez, ez 1952-es törvénynek Igaz. a sokadik módosítása. Mi volt az, ami miatt muszáj volt ezt a jogszabályt újraalkotni vagy módosítani? Ugye a jogszabály számából is adódik, hogy ez a 1952-i hármas törvény több mint 60 éve használja a jogalkalmazó az eljárásai során, a polgári perek során ezt a jogszabályt. És a 2010-ben kezdetét vevő kodifikációs hullám elérte ezt a jogszabályt is. 2010-ben számos jelentős jogszabály módosult, a büntetőtörvénykönyv, a munkatörvénykönyve, a polgári törvénykönyvnek a kodifikációs folyamata is erre az időszakra tehető, és nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi-gazdasági viszonyokhoz, amelyek megváltoztak, igazítani kell a polgári perrentartásnak a szabályait is, az általam nagyra becsült és köztünk már nem élő dr. Lábadi Tamás volt alkotmánybíró, Pécsi ítélőtábla elnöke fogalmazta meg azt, hogy az észszerűen eljáró józan embernek a képe meg kell, hogy jelenjen most már, nem csak a, meg kell, hogy jelenjen most már a magyar magányokban is, amely egyébként a külföldi magányokban már évtizedek óta jelen van. Mit is jelent ez? Hát ez nem jelent mást, mint az, hogy az állampolgár vágya és igénye az, hogyha van egy általa jogosnak vélt követelése, akkor azt észszerű időn belül tudja a bíróság előtt érvényesíteni, ha már peren kívül nem tudott az ellenérdekű féllel megegyezni. Mik azok a legfontosabb változások, amik ezt a lerövidítést szolgálják? Teljesen új alapokra helyezte a jogalkotó a polgári perrendtartásnak tartásnak a rendszerét. Tulajdonképpen két felvonásból fog állni a polgári per. Jogászilag úgy mondjuk ezt, hogy osztott per -szerkezet lesz az eljárás során. Az első szakasz az a perfelvételi szak lesz. A nevéből is adódik, hogy mi fog itt történni. Megalapítjuk a pert, felvesztjük a pert és ezt követi majd a perfelvételt, per lezáró végzés meghozatalát követően az érdemi tárgyalási szak. A jelenleg hatályos polgári perrendtartás szabályai szigorú bírói pervezetés mellett is lehetőséget biztosítottak a pereskedő felek számára, ahhoz, hogy a pert elhúzzák, és két éven, három éven túli ügyekről is beszélhetünk. A jogalkotó célja, és a saját véleményem is az e tekintetben, hogy ez az új polgári perrentartás perhatékony lesz. Azt a célt fogja szolgálni, hogy a perek észszerű időn belül befejeződjenek. Ez fogja szolgálni a perfelvételi szak. Arra lesz kényszerítve mind a felperes, mind az alperes, ugyanis a peresfeleknek a megnevezése az változatlan struktúrában megy tovább, keresetlevél terminológia is megmarad. Arra lesznek... Rászorítva, hogy a perfelvételi szakban előadják azt, hogy mit szeretnének, miért, milyen bizonyítékok alapján a felperes megteszi állításait, az alperestől ugyanúgy elvárja a bíróság, hogy állításait adja elő, és a perfelvételi szakban tulajdonképpen ki fog kristályosodni a vitának a kerete. Magyarul az alperes nem ülhet a babérjén az Így első van. tárgyalásig, hanem ugyanúgy elő kell állnia az, annak van. a bizonyításával, hogy a felperes állítása az nem Így van. Így van, neki is határozott ellenkérelmet kell majd előterjesztenie. és... Egyúttal ez azt is jelenti, hogy az érdemi tárgyalás szakaszában már új bizonyítékokkal nem lehet előhúzakodni? előhúzakodni? Főszabály szerint ez volt a jogalkotónak a célja. A perfelvételi eljárás során adjuk meg a jogvitának a kereteit, mindenki adja elő, mit szeretne, miért, és milyen bizonyítási eljárás folytasson le az állítása, igazolása érdekében a bíróság, és ezt követően az érdemi tárgyalási szakban az fog történni, amit a felek meghatároztak a perfelvételi szak és ezzel véd, védte ki azt a jogalkotót, és fogja kivédeni reményeink szerint. Nem lesz arra mód, hogy csepegtessük, ugye idézőjelbe csepegtessük a peranyagot, csepegtessük a bizonyítási indítványokat, a keresetet még egyszer kiterjesszük, felemeljük, hanem hatékonyan, koncentráltan az érdemi tárgyalási szak arra fog fókuszálni, amit a felek a perfelvételi tárgyaláson előadtak. Változik-e azon pereseljárásoknak a köre, ahol kötelező a jogi képviselet. A ö, jó hír az állampolgárok számára, hogy a struktúra megmarad a tekintetben, hogy a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben továbbra sem lesz kötelező a jogi képviselet, ugyanakkor a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekbe kötelező jogi képviselet lesz. A perlekedő felek számára továbbra is nyitva marad a lehetőség arra nézve, hogy igényeiket a adott helyi járásbíróságokon működő panasznapokon, ügyfélfogadási időben, jegyzőkönyvben mondják, ott hozzáértő kollégák segítenek a keresetük igényeik megfogalmazásában. Úgyhogy valójában a az igényérvényesítés, kor, az igényérvényesítés nem fog korlátokba ütközni. Mik azok a leggyakoribb pereseljárások, amik érintettek a nagy változásban. Nyilvánvalóan összességében minden pereseljárást érinteni fog a, az új polgári perrentartás és az új szabályok alkalmazása, ami talán a az egyik legfontosabb, és ezt azért hangsúlyozom, mert a pereknek a legnagyobb száma, a járásbíróság hatáskörébe tartozó perek legnagyobb száma a családjogi tárgyú per, ezen belül is a házassági perek. A házassági pereknél sajnos gyakorta előfordult az, hogy két-három éven túli perek alakultak. Ennek többek között indoka volt az is, hogy a házasság felbontása mellett a felek ebben a perben kívánták a vagyonjogi igényeiket rendezni, és sajnos a valóságban is a perekben az fordult elő, hogy sokszor négy-öt villa, három étkészlet volt a vitatárgya, és a, a per elhúzódott a szakértői bizonyítás széles körei szükségessége okán. Most az új jogszabályi rendelkezések tükrében a házasság felbontása iránti perben nem lehet érvényesíteni vagyonjogi igényt, külön perben kell érvényesíteni. Ez két eljárás így van, így van. Sterné Dr. Deák nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma. Én is köszönöm szépen.